sportosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az Újpest egykori válogatott labdarúgója, a Váci utánpótlás szakmai igazgatója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, Józsi! Még erősen tartja magát sajnos a vírus, így aztán még nincs bajnokság. Egyelőre tervezgetések vannak. Mi újság van először is Vácott? Hát ott is az elsők között a polgármester asszony bezáratta a sportlétesítményeket, a sportcsarnokot, az úszodát, a stadiont, tehát az edzéseket mi abban a pillanatban, azt hiszem, e hónap 14-ével bezárták, úgyhogy azt be kellett fejeznünk. Most szerintem, mint az országban, meg a világban bárhol, mi is interneten és e-mailen edzésterveket gyártva próbáljuk a gyerekeket szinten tartani, hogy ha olyan döntés születik, akkor lejátszhassuk a bajnokság végét. Ha már nem lehet lejátszani, teszem fel a bajnokságot, mert úgy elhúzódik, az nektek végül is már mindegy. Vagy kiesésileg? Nem. Igen. Tehát a felnőtt csapatról igen. Beszélünk? Nézd, én úgy gondolom, hogy igen, tehát a Vác már lehet, hogy matematikailag még nem, de gyakorlatban már kiesett ebből az osztályból. Itt úgy gondolom, hogy lehetne jó döntést is hozni azzal, hogyha megemelik az NB1-nek a létszámát, egy-két, és akkor nem lenne kieső az NB2-ből se, tehát magyarul nem sérülne senki, hiszen hogyha a mostani versenykírást veszük alapul, akkor a Vácon kívül bárki esik ki ebből az osztályból, az igazságtalanságnak veheti, hiszen a haladás van, azt hiszem, most jelen pillanatban kieső helyen, vagy nem, a Tiszakécske? Tiszakécske, bocsánat. Így van, de viszont a Tiszakécske előtt pontokkal vannak csapatok. Tehát, vagy ha úgy veszük most, ha nem játsszák le az angol bajnokságot, és a Liverpooltól elveszik a bajnoki címet úgy, hogy vezet 20 ponttal. Tehát az is igazságtalanság. Tehát valamilyen szinten biztos, hogy... Ha nem játsszák le, akkor nincs első, nincs másik, nincs senki. Akkor nincs kieső? Nem tudni. Tehát ezt kell majd most még az okosoknak összedugni a fejüket, és kitalálni, hogy sérül legkevésbé. Mert sérülni fog, csak biztos, hogy fog, de hogy hogyan fog legkevésbé sérülni a csapatoknak az imázsa. Hát az Újpestnek mázlé van. hogy nem esünk ki. Igen, mert hogy ebben az évben biztos kieső lenne az Újpest a begyűjtött pontszámok alapján a Kaposvár mellett. Most lehet, hogy mégis ennek a mizériának köszönhetően lehet, hogy megúszta. Nem kell izgulni. Hát ha valami pozitívumot tudunk itt találni, akkor ez valóban csak ez lehet. Hiszen az Újpest most olyan szériában is van, és olyan állapotban is van, hogy ott nagyon-nagyon necces. Tehát fennállása alatt még soha nem sikerült kiejteni az első osztályból, most lehet, hogy ez is megtörtént volna szégyen szemre, de várjuk. Most így lehet, hogy így. Lehet, hogy így megoldódik. Most ez azon múlik, hogy ha jövő hónap végéig, vagy május 1-ig el lehet kezdeni a bajnokságot, akkor szerintem sűrített ritmusba le lehet játszani. Na, olvastam olyat, hogy akár két naponta is. Te mit mondasz erre? Az sok. A két naponta azt mondom, az sok. De a heti két mérkőzést azt szerintem azt maximálisan támogatnám. Hiszen... Akkor szerda, szombat rájönnek rá, hát szervezetileg is, fizikálisan is, mentálisan is, és akkor azt úgy lehetne hozni, akkor ugye? Nézd, Gyors, én úgy gondolom, hogy amikor még én futballoztam, akkor még nem voltak ilyen orvosi és egyéb segítségek a játékosoknak, és akkor is le tudtuk játszani heti két meccseket, hiszen ott is voltak nemzetközi kupameccsek. Jó, tudod, mit mondanak erre, mikor ez elhangzott már máskor is, ez, hogy jó, de akkor nem akkora iramba futballoztatok. Ja, mit szólsz ez? Ezzel szokták mondani, hogy a mostaniak bezzek, azok gladiátorok is mennek, és stb. Nem tudom, tehát én azért bele-bele nézek úgy nosztalgiából barátaimmal mondjuk a YouTube-on fölelhető olyan meccseinkbe, ahol mondjuk én, ha nem tudnám, hogy mi játszunk, akkor is azt mondanám, hogy erre az ínyencek is csettintenek, hiszen olyan ritmusváltások, olyan
olyan labdabirtoklásváltásoknál olyan támadásokat vittünk véghez, amire a mai időben is csettintenének. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy kicsit azért látva, én mivel tudod, hogy a szövetségben is ellenőr vagyok, és járok NB-s meccsekre, látom, hogy milyen ritmusban futballoznak. Én nem gondolom, hogy... Tudom, hogy az idő sok mindent megszépít, de én nem gondolom, hogy nekünk szégyenkeznünk kellene a teljesítményünk miatt, ami volt anno. De akkor ők nem mondják, hogy szégyenkezni kell, csak hogy akkor nem volt olyan erős az iram, és azért lehetett bírni ezt a szerda-szombat ritmust. Nem értek vele egyet, de nyilvánvaló, ez a futball azért szép. Jó, mert egyesek ugye így látták. Azért szép ez a futball, mert nem mindenki látja egyformán, sőt. Nem csak egy igazság van a futballban, tehát több edzőnek is lehet többféle megközelítésből igazsága. Na, nincs mérkőzés, azért történt már egy hivatalos edzőváltás a Honvédnál. Igen. Mi erről a véleményed? Valóban az utolsó két meccs, illetve a kisvárdai ötös tett be, vagy mi volt itt, hogy az olasz edző végül is csomagolt és ment? Hát csak kapizsgálni tudok, hiszen azt se felejtsük el, hogy amikor elkezdődött a bajnokság, hogy talán egy öt meccses vereséggel kezdte, tehát nagyon-nagyon rossz szériával kezdték a bajnokságot, és akkor kiállt mellette a klubvezetés, és nem váltották le. Most belejátszhat nyilvánvalóan az, hogy a külön soha nem lehet bontani. Szerintem belejátszik az is, hogy ő olasz és haza akart menni a családjához, és az is belejátszott, hogy igen, azért egy Honvédnál egy ötös otthon, egy kisvárdától az nem biztos, hogy tolerálható teljesítmény. Egyelőre nincs meg a hivatalos új vezetőedző személye. Pisont, ugye ő megint ugye most bedobták a nevét, hogy ő lesz addig. Ő miért nem lehet? Miért kell vele csak ilyen beugró vezetőedzői posztot eljátszatni? Nem tudom. Én úgy gondolom, hogy minden klubnál a tulajdonosoknak szíve joga, hogy eldöntse, hogy kire tört. Egyértelmű. Most a Pisont Pista, aki valóban egy legenda, nem csak a Honvédnál, hanem úgy gondolom, hogy a magyar futballban is, sőt, Izraelben is, megérdemelni, hiszen ő dolgozott az utánpótlás válogatottaknál is szövetségi edzőként. Egy végtelenül normális, jó gondolkodású és hihetetlen jó futballista, nem tudom. Tudom, nem az én pénzem, de hogyha én kerülnék ilyen helyzetben, nem hiszem, hogy gondolkodnék azon, hogy a Pisont Pista vagy valaki más. Hiszen most már, ha úgy vesszük alapul, nem sok van hátra a bajnokságból, miért ne kaphatna lehetőséget? Ugye egyes hírek szerint a Horváth Feri neve merült föl, de aztán itt hát tudod, abban is maradt a történet egyelőre. A Feri... nek a személye mindig fölmerül, amikor gond van, most egy idő óta nem, de igen, tehát vannak azért szabad edzők, akik még olyanok is gondolom, akik jobban Honvéd kötődésűek. Lesznek szabad helyek is, mit szólsz a Győrhöz, ahogy aláírták a játékosok, a vezetőedző is, hogy kevesebb legyen a fizetésük, de cserébe ugye azt kérték, hogy akkor ez év júliusától ingyen szabadon hagy távozhassanak. Belement a Győr, tehát... Úgy gondolom, hogy ez mind a két oldal figyelembe véve egy korrekt egyesség volt, hiszen csökkenteni akarták a fizetésüket a klub tulajdonosok, ami normális, hiszen nem tudnak olyan munkát és olyan terméket előadni, ami megfizethető, és ezért viszont meg azt is látni kell, hogy a Győr megint abban a kategóriában van, hogy nem tud feljutni. Igen. Úgyhogy ez mind a két félnek, én úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás. Korrekt üzleti megoldás született. Azért is kanyarodtunk Győr felé, mert innen akkor egy kicsit tágítjuk, mert egyes hírek szerint, ugye
ennek a csúnya vírusnak köszönhetően nagyon csúnya gazdasági válság fog következni, amit már ugye már érzünk is. Ez át fogja írni a világ és Európa és a magyar labdarúgás eddigi megszokott menetét. Más lesz a protokoll, másképpen fognak igazolni, más összegért állítólag. Mi erről a véleményed, hogy látod? Hát úgy gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát, hogyha a világ futballja ilyen szinten meg fogja érezni ezt a fajta válságot, ami most van, akkor a magyar sport, mert ne csak a futballt vegyük alapul, hiszen úgy gondolom, hogy ebbe bele fog tartozni a kézilabda, a vízilabda, az összes olyan sportág, amelyik... De most maradjunk a futballnál. Magyarok a futballnál, igen. Állítólag kevesebbeket fognak most már majd fizetni egy-egy játékosért a kluboknak, illetve kevesebb lesz a fizetésük is a játékosoknak. Azt azért úgy gondolom, hogy ami nálunk van fizetésileg, az azért extrém sok. Én, mint volt futballista, gondolom így, hogy amit most keresnek futballisták, ha itthon, Magyarországon, az sok. Tehát az nem motiválja őket annyira, hogy teljesítményt tegyenek le az asztalra, és hogy ki szeret... Akkor lehet, hogy jót is tesz ilyen szempontból? Bízom benne, hiszen amikor mi még nem is nagyon mehettünk ki külföldre, akkor is az motivált bennünket, hogy külföldön sokkal, de sokkal többet keresel. Most itthon ellavíroznak nagyon sokan a nagyon sok pénzért, és nem tesznek le teljesítményt e mögé. Szerintem jó lesz, ha így veszük alapul. Akkor emiatt lehet, hogy aztán nyáron nagyobb lesz a jövésmenés a kluboknál, mert mindenki majd keresni fogja még azt a csapatot, azt a tulajdonost, ahol még helye közel megkapja, amit megszokott, és emiatt aztán mindenki majd próbálkozni fog. Úgy gondolom, hogy ez, amit most mondtál az előbb a Győrrel kapcsolatban is, hogy sok játékos fog szabaddá válni, hiszen sok helyen fogják a meglévő szerződéseket úgy módosítani, hogy az mind a két félnek jó legyen, és ez a legjobb megoldás. Csak kérdés az, hogy ott hagyja X csapatot, elmegy az Y-hoz, hogy ott se fognak tudni sokkal többet adni. Igen, és a másik pedig az, amit most, hogy a Győrnél ez megtörtént, ez a megállapodás, de a Horváth Gábornak, aki a játékos szakszervezetnek a vezetője, neki olvastam egy nyilatkozatát, hogy jelen pillanatban ez nem kötelező érvényű a játékosokra, tehát ha aláírja, akkor igen. Aláírja, ha nem, akkor pedig pereskedik a klubjával. Igen. Tehát ez most nyilvánvaló. Tudom, ez a jobb mindenkinek, hogyha tisztában viszony, és tudok menni, és akkor kalap, kabát, és hogyne, akkor... Hogyne. Jó, csak a kérdés az, hogy hová? Tehát most igen. Lesz olyan? Megyes hírek szerint nem, de hát aztán soha nem lehet tudni, hogy hol vannak még rejtett széfek. Nézd, úgy gondolom, hogy ez is akkor... Sok mindenbe bele lehetne menni, hogy mit kellene szűkíteni, lehetne itt a külföldiek számát, és mindahogy már megcsinálták. De azt mondom, hogy lehet, hogy akkor mindenre kihat majd ez a... Szerintem igen. Szerintem leges bízni. Tehát egy új futball lesz magyarul. Hát reméljük, igen, hogy egy olyan futball, ami motivált magyar játékosokkal telelévő csapatok, hiszen... Igen, csak tudod, mi a félő, hogy vannak a játékosaink többsége, ugye azok mind nagyon jól kerestek. Szallai, Zsuzsák, hogy ne soroljuk tovább. Most ezek motiváltak lesznek, hogy kevesebbet keresnek majd esetleg? Hát ezek valószínűleg nem. Tehát ők azt mondják, hogy nem. Ezek valószínűleg ugye? Azt mondják, hogy nem. Vagy ő nekik már tulajdonképpen mindegy. Hogy azt mondom, mert ha abba hagyja, akkor sincsen gondja az életbe. Itt a fiatal, itt a 20 évhez közeli játékosokról beszélünk, akik itthon pallérozódnának, és ő nekik kellene azt az utat megtalálni, hogy egy motivált futballista lehessen belőle. És azért mondjuk pénzt kapjon. Ne azért kapjon pénzt, mert futballista. Igen. Ugye most csúszik a futball EB pótselejtező, ami nekünk jó, mert ugye egy Orbán Vili addigra talán felépül, de nem biztos, hogy játékban lendül. Mert ugye most nincs edzés.
Igen. Most hiába teszem fel egészséges, de nincs meccs, nincs játék, nincs edzés, tehát tulajdonképpen ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk. Igen, azt nem is tudom, hogy az EB-selejtező, pócselejtezőnek van már időpontja, nincsen, ugye? Tehát valami június tájékát próbálják kijelölni. Hiszen a jövő évre tolódottam az EB. Igen, de ez június tájékára. Igen. Vagy július elejé. Tehát... Akkor viszont az nyilvánvaló, az, azt az időpontot lőtték be most, beláthatólag, ami be beletartozik az is, hogy akkor mondjuk májusban elkezdődik van, a bajnokság. Van, tehát akkor van, már így lesznek, készülnek, így van. Lesznek meccsek. Így van, németek, mindenki, spanyolok mindenki is úgy készülnek. Így van. Úgyhogy ebbe bízunk, hogy ez így fog lezajlódni. Csak kérdés, hogy jó vagy, nem jó nekünk? Igen. Hát ez mindig utólag. Utólag derül tudod, ki. Ez amikor edzőként is tevékenykedtem, meg játékosként, és akkor játszottunk valakivel, és volt a kérdés, hogy most mivel lennék elégedett. Igen. Mondom, de a meccs után megmondom. Igen. Már azért, mert hiszen van egy olyan, amikor hiába játszol jól, de nem jön mellé a teljesítmény, és van, amikor a döntetlennek is örülni kell, mert éppen az a mi szerencsénk. Igen, ugye csak, hogy most van a EB pótselejtező, de maga az EB az majd csak jövőre lesz, 2021-ben. Tehát most azok közül, akik most majd pályára fognak lépni, azok közül biztos lesz egy vagy kettő játékos, aki még kispadra se fog az EB lejönni. Így van? Így van, így van. Józsi, tehát mert most oda... Az egy év az rengeteg vízre nagyon sok fog változni addig. Persze. Na most innentől kezdve megint a motiváció. Hát úgy gondolom, hogy, ha egy magyar, vagy nem, ha egy nemzeti színekért valakit még motiválni is kell, nekem ezzel kapcsolatban is volt feledje jótékony hamály, hogy melyik csapatnál, de egy NB2-es csapatnál edzősködtem, és volt egy szurkoló Jankét, és kérdezte tőlem, vagy ott a szurkolók föltették, hogy motiválom a játékost. Mondom, na, az lenne a legnagyobb baj, hogyha én, mint edző, nekem az lenne a legnagyobb problémám, hogy motiváljam de a most játékost. Akkor de itt a válogatott nes, a Marco Rossi elárult a televízióban is, amit aztán ugye Csankjönék mindenki lereagált eléggé keményen, hogy ugye, hogy a gyámoltalanok nem voltak motiváltak, például a Velsz elleni mérkőzésen a magyarok, és csalódott, és nem érti az egészet. Az óriási és problém. Akkor kellenének itt a sportpszichológusok, stb. Ezzel jött, és Csankjön mondta, hogy akkor baj van, igen, hogyha egy labdarúgóhoz sportpszichológus kell. Igen. Ezt osztom ezzel én is. Egyetértesz. Egyetértek. Sőt, na de most látod, de Marco Rossi erre hivatkozott. Az komoly probléma, hogyha egy válogatott játékost motiválni na kell. Most ezért, amikor... Na most ezért hoztam szóba a motivációt, mert Rossi erre mutogatott rá hivatalosan is, hogy... Akkor nem jó lovon ülünk, ha egy válogatott játékost, mindegy, hogy milyen sportágban motiválni kell így akkor, van, hogyha egy összecsap egy másik nemzettel. Na, de látod, azért mondom, tehát nálunk ez volt a probléma, azt mondja Rossi. Érdekes. Mondjad, hogy... Tehát azért mondom, tehát innentől kezdve akkor csak érdekes dolog, hogy akkor a motiváció, ugye a magyar ember szeret variálni, és kimegyek, hajtok, de mert jövőre már 38 lesz, és már biztos, hogy nem fogok játszani, nem fogok labdába se rugni. Hát nagyon remélem, hogy ilyen senkinek nem jut eszébe. De hát ezek után, amiket a Rossi mondott... Akkor ezt viszont neki kell tudnia és látnia az alatt, a felkészülés alatt, amíg együtt vannak, mert hogyha valaki nem ég a tűz benne, akkor azt el kell de itt jön a lényeg, és az utánpótlásra mutat rá, hogy kik vannak kiválogatva, kikből lettek labdarúgók. Ilyen emberekből, akiknek sportpszichológus kell? Akkor ezen nem kéne a szakmák se gondolkodni, és akkor követni a szerb példát például, vagy a többieket, hogy ne azt nézzük, hogy mennyit dekázik, hanem hogy milyen a vérmérséklete. És ez alapján dönteni arról, hogy ő játszik, leigazolom, vagy nem. És nem más alapján. Hát én is úgy hiszem, hogy a legfontosabb mutató egy játékosnál, hogy nyerő típus-e, vagy sem. Tehát, hogy mennyire bántja az, akár edzésen is, igen, hogyha ha mondjuk a távolba, a gurításba ki tud kapni, akkor igenis, akkor menjen föl a pumpa, és legyen vér is értődve, és akarjon nyerni. De nem lehetne ez alapján szelektálni már gyerekkorban? Ez alapján kellene. Mert ugye most 29-30 éves embereket már vihetett a sportpszichológus az éjjel-nappal, az már nem fog használni. Az már nem, igen.
Én is úgy hiszem, hogy itt a legfontosabb mutató az a, az a mentalitás, az a nyerőtípusú, az nyerni akarás, az, hogy én most... Igen, minden áron. Minden áron. Igen, most igen. Nem kell mindig jól futballozni. Azért mondom, és ez nem edző kell, tehát ez nem a vezető edzőnek kellene ezt rendezni, ez már régen rossz, ha már egy szövetségi kapitánynak, például a Marco Rossinak ezzel kell foglalkoznia, akkor ez már régen rossz, hogy milyen a merítési lehetőség. Belülről kell ennek fakadnia, így van, hogy valaki oda tartozónak érezze magát, és azt nem adatott meg sokszor a válogatott mez felhúzása, de azt mondom, hogy mindig olyan érzés, hogy ott az ember hegyeket mozdít meg. Én úgy gondolom, hogy ennek nem lenne szabad változnia. Ez még a kézilabdásoknak se, ahol nagyon könnyen vannak 200-300-as szoros válogatottak is. Egy válogatottság mérkőzés az mindig hihetetlen ösztönző kell, hogy legyen. Szóval 2021-ben lesz a futball EB, ha minden igaz. Most már az a baj, hogy minden most már feltételes módban kell mondani. Igen. Ez így a tervezés-szervezés is nehezíti, de ami jó, hogy ugyanúgy a többi állam, többi sportoló is ugyanúgy ezzel szenved. Tehát nem vagyunk ezzel hátrányban a többiekhez képest. Hátrányban nem vagyunk. Itt nyilvánvalóan egy... országonként ezt nem fogják tudni, hogy most mi eldöntjük, hogy folytatódik a bajnokság a szomszédban, nem. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ez egy európai döntés kell, hogy szülessen ahhoz, hogy mindenhol. Igen, elmúlt a vész, és mehet a dolog. Tehát ehhez mi kicsik vagyunk. Így van, nekünk alkalmazkodni kell hozzá, van, és akkor abból kell főzni, ami van. Csak hát nehéz, hogyha motivációval gondok vannak, hogy a Marco Rossiten nyilatkozta a televízióban. Hát azt a játékost, aki így lép pályára, hogy látni rajta, hogy motivációs gondjai vannak, attól még az utolsó stoplis cipőjét is el kell venni. Tehát nem hiszem, hogy ott van mentség valakinek, hogyha nem motivált. Mi volt ez régen például Újpesten? Volt egyáltalán ilyen problémátok? Volt ilyen játékos? Esetleg felkerült a nagy csapatba Újpesten? Közétek olyan fiatal srác, aki remegett, és nem? Az Újpest ilyen szempontból egy kicsit más volt, mint a többi klub. Itt, aki Újpesten nevelkedett ifistaként, gyerekként, én itt nőttem föl. Igen. A szembesült azzal a 10 éves korától, hogy ez az Újpest, ez egy olyan klub, ahol minden egyes alkalommal nyerni kell. Tehát úgy mészte ki a pályára, teljesen mindegy, hogy ki ellen, hogy az kupameccs, az edzőmeccs, az bajnoki, ifiben, ser, neked győznöd kell. És hogyha valaki ennek a mentális tényezőnek meg tud felelni, az lehetett Újpesten futballista, aki nem, az nem. Ez így volt, amikor igazoltunk nagyon sok felnőtt játékost, akik a saját csapataikban kiemelkedőek voltak. Most testmények név nélkül, valamelyik vidéki kis csapatból, aki ott kiemelkedő volt, eljött Újpestre, és az a közeg, ha megölte őt, vagy hát beszorította a teljesítményét, mert itt elvárták a szurkolók, hogy itt nyerjél minden egyes meccsen. Ha elfogadta valaki, és meg tudott felelni, akkor maradhatott, ha nem, akkor ment tovább a dolgára. És ez nem azt jelenti, hogy ő nem volt jó futballista, csak ennek a klubnak mások voltak az elvárásai. Ez kellene mindenhol, ezt és válogatottnál is. Én is úgy gondolom. Zárásként Kardos most ünnepelte születésnapját, Kardos Jóska. Jóska, hát követ, mert egy évvel le van maradva, de most töltötte a 60-at, igen. Mikor találkoztál vele utoljára? Hát most nem volt az MLS ellenőröknek, mindig van egy megbeszélése a bajnokság előtt, most ez elmaradt, úgyhogy most az év elején nem találkoztunk, csak a tavaly év végén. Úgyhogy... jól van, minden rendben van, ugye volt neki volt a szívműtéte, igen. Azt tudni kell, hogy azért ő nem úgy vigyáz magára, hogy kellene. Még mindig, tehát sajnos ez megmaradt. Örök gyerek maradt. Igen, így van. És, de attól függetlenül most normális állapotban van. Tehát túl van a nehezén, ha lehet ezt mondani.
Hát örülünk neki, és akkor reméljük, az Újpest is hamarosan túl lesz a nehezén, vagy így, vagy úgy, de valaminek történnie kell. Egy kisebb földrengésnek? Talán annak nem, de már itt lenne az ideje, hogy a szurkolók megkaphassák azt, amit megszoktak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. További sportosat.